Hello, szia, szevasz! Van nálatok terasz? A üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, ez itt ismét a Mi folyik itt körülöttem című műsor, ez már a második adás itt a Gömör és Nógrad Rádión. Ne feledjétek, hogy műsoromat holnap délelőtt 10 órakor visszahallgathatjátok, ahogy archívumban is megtalálhatjátok, de ijj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 j
érthetetlen helyzet egyébként, hogy most mi fog a derék, ami. De úgy érzem, hogy, hogy a csontok közötti rá, és valami ilyesmi, tudjátok, ilyen marogosi beavatkozás. Elmúlt 18 évesen van nehéz az élet, én azt mondom, nehéz az élet ezekkel az ízületi fajdalmakkal, hiszen nagyon korán kezdődnek ezek az ízületi fajdalmak. 18 éves korban, hát azt a kutya mit ne segít neki, meg amúgy a hajam is őszül, ez mind az idegtől van, mind a stressztől, mindig jön nekem az ideget, főleg ezek a rádiós kollégák mindig mondják a magukét, na, csak viccel, de nagyon szeretjük egy most egyébként, nagyon jó a csapatmunka. Na de, ma egy igazon kicsit komolyabb téma következik, mint az első adás témája. Ugye az első adás témája a gyakori tinédzser problémák, gyakori tinédzser fiatalkori témák. Egyike volt ugye az oktatás és az iskolás súlya, tanítás, tanulás, tanulási módszerek, hogyan tanulj könnyedén, és a többi, és a többi, és a többi. No, de ma már egyébként egy egész komolyabb téma érkezik, ami így a társadalomban sajnos néhány családban, néhány gyermek életében jelen van, mert én látom. Én látom a gondokat, látom, hogyha egy ember társam bajban van, látom, ha az arc kifejezése segítségért kiált, látom nap, mint nap, és látom a családi problémákkal küzdő fiatalok lelkét is. Látom, hogy mennyire szét vannak törve belül azért, mert az apa folyamatosan iszik, és ezzel arta a saját gyerekének, a saját családjának. Szétrombolja a családja a gyereke életét, teljesen széttöri a gyermeke érzéseit. Ez egy nagyon nagy probléma, amire a megoldás csak annyi, hogy a szülő vegye észre magát, vegye észre gyermekét, a családját, és próbáljon meg javítani a helyzeteken addig, amíg nem lesz késő, amíg a gyerek teljesen szét nem törik legbelül attól, hogy édesapám nap mint nap iszik, és egy alkesz. Igazából nagyon nagy globális probléma ez. És sajnos néha eljön az idő is, amikor a saját magáról nem tudó édesapa, vagy családtag, ugye előveszi az agresszivitást, és kezet emel a gyerekére, kezet emel a feleségére. Ez egy nagyon nagy probléma, és tönkreteszi a gyereket igazából, legbelül széttöri, és eléri azt, hogy már többi a gyereknek ne legyenek érzései. Ez egy nagy globális probléma itt a világban, Európában, elég sajnos. Vannak ismerőseim, akik ilyen gondokkal küzdenek, nagyon sokat látok, nap mint nap látom, hiszen ugye közösségben mozgok, emberek közt mozgok és találkozok ilyen emberekkel, ilyen fiatalokkal, és én próbálom üzenni azoknak, akik ezeket csinálnak a saját gyerekükkel, hogy azért már próbáljuk kicsit magunkat észrevenni, és nem nyúlni az alkoholhoz, nem nyúlni a kábítószerekhez. Szóval igen, ezt látom, ezt hallom szinte minden nap. A szülő feladata igazából megóvni a gyermekét attól, hogy rossz életet éljen, attól, hogy rossz társaságba keveredjen. Feladata megóvni a kábítószerektől, a drogtól, az alkohol túlzott fogyasztásától. De mégis előfordult már olyan, és ennek fül
szemtanúja is voltam, hogy egy szülő a saját gyerekét vezette rá a kábítószer fogyasztására, majd a gyermek élete ezzel tönkre ment, és még az iskolát is otthatta. Kavarnak bennem ilyenkor a kérdések, hogy ez a kérdés, hogy mi folyik itt körülöttem. Hogy miért van ez, hogy miért ilyen rossz a világ? Nagyon-nagyon rosszra fordultak itt a dolgok, és ez már sajnos, ahogy látjuk, hogy észrevesszük, egyre rosszabb és rosszabb lesz itt ezen a világon a helyzet. Kezdem úgy látni, hogy ez már a legaljánál is rosszabb. Amilyen időket most élünk, amilyen rossz dolgokat hallunk, rossz dolgokat élünk, ott rossz dolgokat látunk ismerőseinken, barátainkon, vagy saját magunkon is tapasztalhatjuk ezt sajnos. Nem tudom megérteni igazából, hogy egy szülő miért teszi tönkre a saját gyermek életét, és miért nem veszi észre, hogy szenved a gyerek. Szenved a gyerek legbelül, és legbelül teljesen széttört szívvel, elveszett lélekkel, érzések nélkül éri minden napját, megszokva már azt, hogy viselkedik vele szemben a szülő. Tudja, hogy normális életet már úgy sem tud élni, és mindezt a szülőknek köszönheti. És ez egy nagyon nagy probléma. Ez egy nagyon nagy globális baj itt Európában, az egész világon igazából. Én látom, mi folyik itt, én nézem, hogy mi folyik itt, és a szemem könnyes, miközben belegondolok, hogy ebből a világból egy ilyen csúnya koszfészek lett, megmondva az őszintét. Ami a szívemre ad a szalmon, ez már nem egy világ, hanem ez egy koszfészek, ami igazából teljesen tönkreteszi családok életét. Úgyhogy erre jó lenne megoldást találni, én azt mondom. Ennyi fér bele az első részbe. Én Molnár Tibor vagyok, ez pedig a Gömöris Nógrád Rádió. Szóval jöjjön a vérbeli magyar dal. Hát szóljon, testvér! Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a Drisztrap szóriál. Ja, már adásban elnézést kérek. Nem vettem észre, Maria Kalmar lement ma az adás. Milyen adás? A szünet szene, a zene, a vérbeli magyar dal lement. Kós János, Kislány a zongoránál. Nagyon szeretem, imádom egyébként, nagyon szeretem a retrót, nyugodjék békében, Kós János bátyánk. Én nagyon szeretem, de hát én 18 éves fejjel, én imádom az LGT-t, imádom a Deák Beat-t, imádom a Kós Jánost, imádom az Arackiem, csak a 20 éveseké a világ. Ugye, nagyon jó dolog. Te is szereted, igaz? Látom, hogy te szereted. Szóval, üdvözlök újra, sok-sok szeretettel mindenkit immár a szünet után. Ez itt a Mi folyik itt körülöttem második adása. Én pedig még mindig, Molnár Tibor, igen, még mindig ne gúnyolódj, mert látlak téged. Mindig gúnyoltok engem. Istenem. Szóval, én még mindig Molnár Tibor vagyok, és ez itt még mindig a Gömöris Nógrád Rádión a Mi folyik itt körülöttem című műsor második adása. Ne feledjétek el, hogy műsoromat holnap délelőtt 10 órakor visszahallgathatjátok, vagy az archívumban is megtalálhatjátok. Szóval, ugye, mint beszéltünk az első részben, elmondom, hogy mi a mai műsor témája, ugye ezek a globális családi problémák, illetve ezek a globális társadalmi emberi problémák. Ma itt a téma, ami egy eléggé komoly téma, ugye az előző részben beszélgettünk itt arról, hogy szülők, előfordul valamelyik családban, hogy szülők teszik tönkre a gyermekük életét, például az túlzott alkoholfogyasztással, ugye a mindennapi túlzott alkoholfogyasztással, vagy ugye előfordul van az is, hogy egy szülő a saját gyerekét vitte bele a drogba, és ugye tönkretette az életét, ezt elmondtam, hogy fül- és szemtanúja is voltam már ennek, ahogy szépen lassan széttört belül a gyermek. Na de, én sokat mozgok emberek között, fesztiválokon, suliban, gyűléseken és a többi, sok mindent csinálok, és látom, hogy mennyire divat lett a mások fikázása, piszkálása, és látom, hogy ezáltal sokan
depresszióba is zuhannak. A piszkalódás azért, mert túlsúlyos, azért, mert nagy az orra, azért, mert cigány és barna a bőre, azért, mert kandzsa a szeme, azért, mert nagy a füle, azért, mert nem tudja úgy felfogni a dolgokat egyből a suliban, mint bárki más. Ilyen rossz nézni, hogy a gúnyolódás teljesen elkezdte uralni a társadalmat, az embereket, ezt a világot igazából, de tisztelet a kivételnek. Nagyon szomorú azt nézni, hogy bár az ember nem is ember, hogyha szeret enni, és ez megrocódik a testén. Annyira szomorú azt nézni, hogy az ember már nem is ember, hogy a cigány. Én magam is cigány vagyok, és már tapasztaltam sokszor ezt a gúnyolódás, ezt a teljesen lekicsinyítés, lenézést. És annyira rossz nézni azt, hogy már nem ember az, akinek kandzsal a szeme, nem ember az, akinek megy a füle, nem ember az, aki egy kicsit nehezebb felfogású az iskolában, mint az osztálytársaitól függetlenül. Annyira rossz látni, hogy az áldozat szíve teljesen széttörik belül igazából, széttörik a lélek, megszűnnek az érzések, depresszióba zuhan, és nagyon nehéz ebből kilábalnia. Nagyon rossz. Feladja a barátkozást, nem tud már többé érezni, ott kell hagyni az iskolát, mert nap mint nap szembenéz a rosszakaró, őt sarba tipró, megalázó emberekkel. Szerintem azok nem emberek. Nem az nem ember, akinek nagy a füle, barna a bőre, vagy nem tudom, vagy túlsúlyos, hanem az nem ember, aki másokat depresszióba lök a piszkalódásaival. Azzal, hogy mit tudom én, van egy kicsit túlsúlyos osztálytársa, és akkor azt mondja neki, hogy nehogy rajulj a székre, mert összetörik, ha ráülsz. Jó van, de ezen ők nevetnek, de tudjátok, hogy milyen rossz érzés ez a másiknak? És nap mint nap ezt képesek megcsinálni. Mondom tisztelt a kivétel, aki ezt nem csinálja, de az nem ember, aki ezt csinálja, és depresszióba, szomorúságba lök bele másokat. És ezáltal megszűnnek létezni ugye az áldozatnak az érzései, fél barátkozni, fél hozzászólni emberekhez, fél kimenni az utcára, fél már iskolába járni, ezért ott kell hagyni az iskolát. Ez olyan szomorú. Annyira hoz bele gondolni ezeknek az embereknek a sorsába. Nem egyszer láttam már, nem egyszer voltam már ennek személyis fültanúja, és mindig megkérdezem ilyenkor magamtól, hogy ember, mi folyik itt körülöttem, mi folyik itt körülöttünk? Mi folyik itt? Mivé lett a világ? Komolyan mondom, mivé lett? Milyen koszfészekké vált az egész világ, de komolyan. Nagyon örülnék, hogyha egyes emberek végre magukban néznének teljesen, és észrevennék a másikat, hogy mit is él át, hogy mennyire szét van már teljesen törve. És ezt nem kell folytatni, hanem inkább ki kéne húzni a bajból. Észre kéne venni pár embernek magát, hogy ezt nem kéne csinálni. Rossz ember lettem ezáltal, én nem vagyok igazi ember. Ezt nem kéne tovább csinálnom, mert szegény gyereket a sarba tiprom, lealázom, depresszióba lököm, széttöröm a szívét, és tönkreteszem ezáltal az életét, tönkreteszem a kommunikációs képességét, mindenét, ami csak létezik, kiégetem a gyereket. Észre kéne vennem, hogy ezt ma nem szabadna csinálnom. Ilyen nincs, mert ezáltal én nem vagyok se több, csak kevesebb. Soha ne feledjék el a piszkoló emberek, hogy a karma létezik, én mindig azért, a karma létezik. És mindig eléri a hozatait. A karma él. Én csak azt mondom, hogy ez nagyon szomorú, és erre megoldást kell találnunk. Észre kell vennie magát annak, aki a másikat teljesen sorba tiporja. Ennyi fél bele a mai műsorba. Én azt mondom, hogy ezek tényleg nagyon szomorú dolgok. És olyan szomorú látni, hogy ilyen koszfészekké válik a világ. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok. Remélem, hogy
élveztétek ezt a pár percet, élveztétek ezt a műsort, ami folyik itt körülöttem második adását. Szóval én köszönöm szépen nektek, hogy meghallgattatok. Találkozunk a jövő héten a harmadik adásban. Én Molnár Tibor voltam, ez pedig a Mi folyik itt körülöttem című műsor volt. A második adás itt a Gömör és Nógrád Rádióban. Ne feledjétek, hogy holnap délután 10 órakor visszahallgathatjátok a műsoromat, avagy az archívumban megtalálhatjátok. És ne feledjétek el soha, hogy kislány a zongoránál, fehérebb a zorgonánál. Mulassatok, eljetek! És eljetek, eljetek az eljeteteket. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. További kellemes időtöltést, a viszont hallásra. Sziasztok!